Jelentősen átalakult az utóbbi két évben a kemecsei városháza és a járási hivatal környezete. A Zöldváros projektben bővítették a parkokat, térköves sétányt alakítottak ki, a főteret egységes arculattal látták el. A munkálatokkal 2021 első felében végeztek a városközpontban. Ez pedig már Kemecse egyik külterületi része. Itt a vasútvonalhoz közel egy ipari parkot alakítanak ki, amitől jelentős gazdasági előrelépést vár az önkormányzat. A legfontosabb dolog, hogy nálunk egy Zöldváros nevezetű projekt kivitelezési szakasza zárult le ebben az évben, ahol a város főterének a további szépítését, építését tudtuk megvalósítani, és egy piac épületét is megépítettünk. Ez volt az első negyed évnek a terméke. Majd természetesen ugyebár feladataink vannak, végezzük a munkánkat, további projekt előkészületek vannak. Projektekkel kapcsolatosan van egy ipari terület közműellátásának a kivitelezési szakaszban lévő projektünk. Ez azt jelenti, hogy a kivitelezővel aláírtuk a szerződést, és maga a kivitelezés megkezdődött, de természetesen ez a kivitelezésnek az előkészületei tudtak megkezdődni, hiszen ez az elmúlt napok, hetek története, és jövő évben bízunk benne, hogy ez a beruházás ez be is fog fejeződni. A közművek telepítése mellett új vasúti átjáró építését kezdik meg hamarosan, az ipari park felé pedig egy utat építenek. Már a kivitelezés is sok munkát ad a helyieknek, a jövőben itt működő vállalkozások pedig tovább javíthatják a településen élők foglalkoztatását. Az önkormányzat már dolgozik egy mentőállomás kialakításán is, ezen a területen pedig rövidesen egy bölcsőde épül. Az intézményt a Református Egyház működteti majd. Több tervünk van, de ami folyamatban van, egy új mentőállomás létesítése. Ennek a jelen állapotában az engedélyes és kiviteli terveknek a készítése van folyamatban. Amint ez elkészül, akkor jövő tavasszal bízom benne, hogy ki is fogjuk tudni írni, meg tudjuk közbeszereztetni, és ez az új mentőállomás építése el fog kezdődni. Ez természetesen az önkormányzat házatáján működnek ezek a projektek, de hát nálunk nem csak önkormányzat van, hanem egyház. Épp a napirenden volt a közgyűlésen, van egy 4 csoportszabás bölcsőde fejlesztés, amelynek a közbeszerzési eljárása lezárult, ez a Kemecsei Református Egyház részéről, és valószínűsíthetően bízom benne, hogy az idén a kivitelezési szerződés alá írásra kerül, és jövő évben ennek az új bölcsődének a megépítése meg fog történni. A hamarosan épülő bölcsődére 550 millió forintos támogatást kapott a Református Egyház. Az épület akadálymentesítve lesz, az intézménybe pedig nem csak a kemecsei, hanem a közeli kis településeken élő szülők kisgyermekeit is várják.